A legtöbb baleset a 4-es úton történik a vezes.hu adatai szerint. A veszélyességi rangsorban a második helyen az M3-as, a harmadik helyen pedig az M1-es autópálya áll. Ez azt jelenti, hogy a 2017-es adatok szerint Észak-Kelet-Magyarország útjain vagyunk legkevésbé biztonságban. Ezek a felvételek az utóbbi hónapok egyik legsúlyosabb balesetén készültek az M3-as autópályán a Gelei pihenő közelében. Itt 8 autó ütközött össze, összesen 4-en haltak meg. Valamennyien Szabolcsból tartottak Budapest felé, dolgozni mentek. A szakember azt mondja, hogy a gyorshajtás mellett az előzés rossz megbeslése és a fáradtság is szerepet játszik. Különösen gondot jelent a fáradtság, rendszertelen munkavégzés, hosszú vezetési idő, lankad a figyelem, egyre több konfliktus helyzet alakulhat ki, és ez veszélyként jelentkezik a járművezetők részéről. A balesetekhez gyakran érkező autómentős szakember is azt mondja, hogy a baj az, hogy mindenki siet, nem foglalkozik az utakon a másik autóssal. Agresszívan közlekedünk itt Magyarországon, sajnos ez a tapasztalat. Belemennek olyan előzésekbe az emberek akkor, amikor már nem kellene, ezzel veszélyeztetve a szembejövő forgalmat, illetve az előzendő járművet arra kényszerítve, hogy fékezzen, és ezáltal balesetveszélyt okoznak. 80%-ban ez szokott lenni a probléma egy országúti balesetnél. A súlyos balesetek száma az adatok szerint is jelentősen nőtt 2017-ben az előtte levő évhez képest. Ez nagyban tudható be annak is, hogy a legveszélyesebb utakon jelentős a tranzitforgalom, valamint nagyon sok vendégmunkás használja ezeket az utakat, akikről sokszor derül ki, hogy Romániától Spanyolországig képesek úgy végigmenni Európán, hogy csak tankolni állnak meg.